Köszöntöm Önöket lapozgató műsorunkban. Ezen a héten a Tahitót falu községi tájékoztató júliusi számából tallózunk. A Tahitót falui önkormányzat és a Cserkóti Generál Kft. Között létrejött szerződésnek megfelelően az elmúlt héten megkezdődött a konyha és étkezde műszaki átadása. Ezzel egy időben az önkormányzat és a konyha vezetőjével, illetve dolgozóival együtt a kivitelező által megbízott szakemberek a konyha technológiai rendszerek működéséről, annak biztonságtechnikai szabályairól tartanak felkészítő képzést. A sikeres műszaki átadást követően beindul a próbaüzem azzal a céllal, hogy az őszi tanév kezdetéig a konyha biztosítani tudja a közétkeztetést. Az étkező tér, a vizes blokkok és a ruhatár műszaki átadása lényegesen egyszerűbb feladat lesz. Napokon belül elkészülnek a parkolók és a térburkolatok, melyek feltételei a használatba vételi engedélyek kiadásának. Dr. Sajtos Sándor polgármester egyebek mellett beszámol még a sportcsarnok fűtési rendszerének korszerűsítéséről, a Kossuth utcai járda felújításával kapcsolatos legfrissebb információkról, a jelenleg zajló pályázatokról, valamint arról a példátlan rongálásról, ami a Tildi emlékműnél történt. Az írást a községi tájékoztató címoldalán, valamint a második és harmadik oldalon találják az olvasók. Az újság folytatásában Juhar Viktória emese Tahitót falu új mezőre mutatkozik be az olvasóknak. Emese, aki szabadidejében szívesen foglalkozik vadászattal, solymászattal és baromfitenyésztéssel, célja, hogy sikerüljön egy természetszerető, a lakossággal jól együttműködő rendszer kialakítása, amivel a településen élők számára közösen teremthetnek jól működő gazdálkodást és életet. Ugyancsak a negyedik oldalon számol be a Tahitót falui lovasegylet az elmúlt időszak lovas programjairól, köztük a Tahitót falui vágta keretében nagy sikerrel lezajlott ügyességi versenyről. Több rendkívüli ülést is tartott az elmúlt időszakban a Tahitót falui képviselőtestület. Ezeken szó volt többek között az egyes termőföldek résztulajdonainak adásvételéről, a konyha és étkező kapcsán a kivitelezői szerződés módosításáról, a Pollák Mihály Általános Iskola intézményvezetői pozíciójára beérkezett pályázatokról, valamint a Duna nagyvízi medrének lehatárolási tervéről. A községi tájékoztató szerkesztősége az újság 5. oldalán teszi közzé a Nemzeti Adó és Vámhivatal NAV sajtóközlemények című tájékoztató írását, melyből két témában kaphatunk felvilágosítást. Az egyik, hogy hibás személyi jövedelemadó bevallás esetén lehetőség van arra, hogy akár telefonon is elvégezhessük a javítást. Ehhez mindössze egy a NAV által kiadott PIN-kódra van szükség. Jelenleg 17 ügycsoportban lehet telefonon intézkedni, például az adózói minősítéssel kapcsolatos információk, vagy a folyószámla adatok lekérdezésére, egyeztetésére, az adatok változásának bejelentésére is használható a rendszer. A bevallás javításához 4 lépésben lehet eljutni. A második lépés után meg kell adni az adóazonosító jelet és a PIN-kódot. A másik témában arról kapunk felvilágosítást, hogy még nem késő rendezni az esetleges adótartozást ahhoz, hogy a második minősítési időszakban, ha az egyéb feltételek is teljesülnek, megbízható besorolást kapjon a vállalkozás. A megbízható minősítés egyik feltétele, hogy a vállalkozás adótartozása a negyedév végén, aktuálisan június 30-án ne haladja meg az 500 ezer forintot. Az esetleges tartozást érdemes a hónap vége előtt rendezni, hiszen a megbízható adózói minősítés számtalan előnnyel jár. A következő oldalon a Tahitót falui közös önkormányzati hivatal és dr. Sajtos Sándor tájékoztat az általános tűzgyújtási tilalomról, valamint a településen kiépített térfigyelő kamerarendszer működéséről.
Utóbbi esetében az elsődleges cél a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, az önkormányzati rendészeti szerv tevékenységének és a rendőrség munkájának segítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, valamint a jogsértések visszaszorítása volt. A tahitótfalui rendőrőrs Vigyázzunk egymásra című rovata ezúttal a gyermekek védelmére fókuszál. A nyári vakáció nem csak az örömöt, hanem igen gyakran a túlzott felszabadultságot is jelenti,